talán olyan dolgokat is be kell hozni a képzésbe, ami mondjuk nem feltétlenül a szakmai részét erősíti, hanem az emberi részét, mert egy jó vezetőnek szerintem nagyon stabil alapokon kell állnia, már ami a moralitását vagy az empátiáját illeti szerintem, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy kiélezett helyzetekben hogyan viselkedik, milyen döntéseket hoz. Nagyon jól éreztem magam, azt éreztem, hogy egy értő közönséggel ülök szemben, akik nagyon figyelnek arra, amit én mondok. Talán visz haza mindenki valami kis morzsát ebből, és egy kicsit tudtam segíteni, hogy én most már innen ilyen 40x évesen, hogy tekintek vissza az elmúlt időszakra, akár szakmailag, akár magánemberként, hol kellett volna másképp döntenem, de nem úgy döntöttem. Mégis ugye megérkeztem egy bizonyos szakaszhoz, ami egy nagy boldogság nekem, de hogy azt éreztem, hogy a kérdésekből is, hogy így nagyon, nagyon értették és érezték, hogy nekem mi a fontos, és hogy mit tartok fontosnak számukra is, hogy a fókusz legyen. És ezt talán azt hiszem, hogy sikerült is átadni.